Sziasztok, Nyák! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. A most következő videónkban pedig egy mostanában megjelent horror játékot hoztam el nektek, amelynek az a címe, hogy van valami a Holdon. Na de mégis micsodát, azért vagyunk itt, hogy ezt kiderítsük. Hogyha örültök ennek az egésznek, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Én mindig is tudtam, hogy a Holdon is vannak földön kívüliek, és nézzétek meg, most nagyon is ki fog derülni. Na de nincsen a játékunknak menüje meg semmi, csupán rá tudok menni erre a zöld. Elindítom a felvételt gombra. 1972. december 19-én volt az utolsó landolás a Holdon, amely bizony nyilvános. Ő pedig talált egy felvételt, amelyen bizony furaságok lesznek. És majd mi most ezt a felvételt fogjuk látni. Hát gondolom, hogy igen, ezen a felvételen pedig látszódik, hogy valami nagyon is van a Holdon. De mégis mi? Az állam el akarja ezt titkolni előlünk? De komoly! És nyomja nekünk, hogy Houston meg minden. És itt is vagyunk akkor már a Holdnak a felszínén. Na milyen lesz vajon a gravitáció? Hát azért jobban is megcsinálták volna, már nem azért. Ne! Mennyire komolyan néz ki! Rettentően tetszik ez a játék. Hát átéljük itt a történelmet. Illetve nagyon is fel fogunk fedezni egy olyan dolgot, amelyet eltitkoltak ugye előlünk. Na de most akkor nekünk merre kéne mennünk? Aha, ott is van már nekünk egy méter számláló. Oda kéne mennünk akkor ahhoz a radarhoz? Na várjatok csak. Máshol nem látok semmit, szóval gondolom, hogy oda kéne mennünk, aha, és most már nem 800 métert mutat, hanem 750-et, de valaki nem akar velünk jönni, mondjuk? Már nem azért, ugyanis bevallom, hogy nem érzem magam itt olyan komfortosan, és mennyire jól néz ki itt minden. Ha lenne lehetőségem rá, mondjuk, a jövőben, amikor mondjuk megnyílna az űrturizmus, és felmenjek Holdra, vagy legalább nagyon távolról lássam, de ne a bolygónkról, én biztos vagyok benne, hogy nagyon is mennék, hogyha megtehetném. Hát mennyire komoly lenne, gondoljatok már bele. Olyan csodálatos az egész univerzumunk, ha nézzétek meg, itt azért már jóval másabb a gravitációnk, jó, szépen közeledünk, nagyon is 500 méter múlva már ott leszünk a célunknál. Hát eléggé elhagyatott ez a Hold, mit ne mondjak nektek? De hát milyen meglepő, nem? De tudjátok, hamarosan nagyon is fel fogunk fedezni valamit, ugyanis valami van a Holdon. Rettentő kíváncsi vagyok, hogy mégis hogy oldották meg ezt ebben a játékban, és hogy mit fogunk találni? Random földön kívülieket? Hát gondolom, hogy igen. És most már akkor csak az a kérdés, hogy vajon ezek a földön kívüliek barátságosak lesznek, vagy pedig egyáltalán nem, és akkor be akarnak majd engem darálni. Hát nem nagyon fogunk tudni menekülni itt előlük, de hát azért majd én minden tőlem telhetőt meg fogok tenni. Hát de csak barátságosak lesznek, bár így jobban belegondolva, értitek. Most jöttem ide az otthonukba, úgymond. Aztán ide pofátlankodok. Az ő helyükben én nem lennék barátságos magammal ilyen szituációban. Az egyszer biztos. Nagyon tetszik amúgy. És annyira szép itt az űr is. Jól van, most már akkor csupán 200 méter és végre ott is leszünk a célunknál. És nézzük a jó oldalt, még mindig nem darált be minket senki. Szóval nagy esélye akkor ténylegesen el fogunk érni ahhoz a radarhoz, amelyhez el kell mennünk. Aha, itt is van a radarunk, nagyszerű, már látjuk is. És tudjátok, még mielőtt odaérnék, bam! Megjelenne valami földön kívül, de nem. Nem fog megjelenni itt most még senki szerintem. Aztán ki tudja? Lehet majd, hogy most lesznek itt hatalmas a jumpscare-ek meg minden. De hát én azt tudom, hogy nagyon is itt vagyunk, és már jelentjük is, hogy bizony megérkeztünk.
Na de most... Mit kéne csinálnunk? Aha. Itt tudom az egész mindenséget rezetelni. Azért eléggé komoly ez a radar, mit ne mondjak. És brutálisan nagy. Nem tudok felugrani ennek a cusznak a tetejére? Hát sajnálatos módon nem. Aha. Nagyon is éppen taglalják, hogy mit kéne csinálnunk, és beszéljük itt a haditervet. Hát lassacskán csak meg fogjuk tudni mi is. De addig én itt játszok felfedezőset, hát hogyha fogok látni valamit, de egyelőre én nem látok semmi furaságot. Rendes már az élmény nekem, hogy kajakra itt mászkálunk a holdon. Mi ez az ebetünk? Ja, most tudtam akkor ezt a cuccot itt lekapcsolni. Full úgy nézett ki, mintha ilyen orbok lennének ott. Szóval most akkor újraindítottuk ezt az egészet. Oké. Okay. És akkor ott láthatjuk is a csikot, hogy nagyon is újraindul a rendszer. És gondolom, hogy akkor az összes monitor majd egyesre újra fog indulni. Jó. Hát megoldottuk. Mehetünk is akkor vissza, és húzhatunk innen még, mielőtt meghalnánk, nem? Mit csináltok? Előbb még azt mondja, hogy minden rendben van, most pedig nagyon is valami mozgó dolgot látott a közelünkbe, amely nagy eséllyel veszélyes ránk. Szóval egyből menjünk is vissza a mi kis kapszulánkhoz. Én már rohanok is! Nem tudta beazonosítani, hogy pontosan mégis mit látott, csupán azt, hogy rettentően gyors. De hát mi is gyorsan húzunk is vissza. Léci! Ne daráljon be minket! Mi? Nem mozogjak? Hát az mondjuk baj. Hát de már csak 800 méter. Maradjak nyugodt. Itt van teliban közelembe az a cucc vagy Mizu? Ha-ho! Libabőrös vagyok. Mi történik? Ja, hogy az a számláló azt mutatja nekünk, hogy mennyire van közel hozzánk az a valami, amit látunk itt a holdon. Hát errefele van a kapszulánk. Nagyon is telibe itt van! Hagyj békét! Jó. Jók vagyunk. Nagyon is jók vagyunk. Ugye? Most akarja elítetni... Velünk a játék, hogy jók vagyunk, közben pedig egyáltalán nem vagyunk jók, mivel bedarálnak minket a földön kívüliek. Most a biztonság kedvéért utána néztem, hogy nem csak elrontottam-e valamit és meghaltunk, vagy netalán ennyi a játékunk, és tényleg csupán ilyen rövidke az egész, de mi volt az a piros cucc, ami jött felénk, meg utána mi félelmetes jumpscare volt. Én rettentően éltem, de szerintem ez látszott rajtam, hogyha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Én köszönöm szépen a figyelmet, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is, szevasztok!